Az utóbbi években jelentősen visszaesett a természettudományos tárgyakból érettségizők száma, valamint a természettudományos és mérnök szakok keresettsége a Nyíregyházi Egyetemen. A Jeep projekt leginkább a középiskolásokat célozza meg, a program átfogó célja a minőségi oktatáshoz való hozzáférés esélyeinek növelése, valamint a felsőoktatásba való bekerülés fokozása. Ehhez a célzott kommunikációs eszközök mellett a nem hagyományos formális tanulási lehetőségekkel érik el a fiatalokat az intézmény munkatársai. Azért nagyon fontos ez a pályázat, hogy egy kicsit motiváljuk, orientáljuk és kedvet adjunk a diákoknak ahhoz, hogy bátran válasszák ezeket a tantárgyakat, szívesen tanulják ezeket a tantárgyakat, érettségizzenek, akár emelt szinten is belőlük, és válasszák a Egyetemnek azon szakjait, ahol akár gépészmérnökök, közlekedésmérnökök, vagy programtervező informatikusok lehetnek, vagy olyan tanárok például, hogy biológia-kémia szakpárral, vagy egyéb olyan nagyon jó szakpárokkal, amelyek biztos hogy állást fognak nekik biztosítani. A pályázat a tanárszakokat is támogatja, ami azért kiemelten fontos, mert a diákok továbbtanulási választásait nagyban meghatározza, hogy milyen élményük volt a középiskolai oktatásban. A projekthez éppen ezért egy élményközpontú tanulórócsó is kapcsolódik, valamint mentorhálózat is segíti a pályaválasztás előtt állókat. Az a célunk, hogy elvigyük őket középiskolákba. Találkozzanak a gyerekek ezekkel a szakemberekkel, közvetlenül kérdezhessenek tőlük, hogyha nem tudnak eljönni, akkor például FaceTime-on vagy Skype-on tudjanak velük elérhetők érintkezni, lé. elérhetők legyenek, illetve bármikor kérdéseket tudjanak hozzájuk feltenni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mivel itt végeztek nálunk a Nyíregyházi Egyetemen, ezért egy 10-15 mondatban írják le magukról, hogy miért a mi egyetünk, egyetemünket választották, hogy miért ezeket a szakokat választották, és hogy érezték magukat a Nyíregyházi Egyetemen. Az egyetemi mentorok mellett középiskolai mentorok is segítik a természettudományos pálya népszerűsítését. A diákok rajtuk keresztül kerülhetnek kapcsolatba a különböző vállalatokkal, és kerülhetnek be laborokba, üzemekbe, gyárakba, ami így a tankönyvektől a cégek világáig vezeti a pályaválasztókat.